amikor a 90-es évek végén fölkerültem Kolozsvárra, 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, akkor te már nem voltál itt, tehát nem tudtunk mi akkor megismerkedni személyesen, viszont nagyon sok mindent hallottam rólad. Tehát egy ilyen kicsit ilyen legendák ködébe vesző figura voltál, aki nincs jelen az irodalmi prérin olyan intenzitással, ahogyan nagyon sokan mások, mégis keringenek róla mindenféle mendemondák és legendák, és szóval volt egy ilyen magán mitológiád. Azt is tudom, hogy volt olyan eset, amikor ki kellett javíts másokat, hogy az nem is úgy történt, mint ahogy tudják rólad. Te hogy állsz ehhez a magánmitológiához? Hogy alakult ez ki, szerinted? Hát a magánmitológiák azok épp olyanok, mint a kánon mitológiák. Tehát amikor te fölkerültél ide, igen, én már nem voltam itt, az, amikor ezek a történetek, vagy a rólunk szóló történetek kialakultak, az szerintem a 90-es évek ereje, ami igen, csak ilyen vad mágiával átitatott néhány év volt itt Kolozsvárott, és hát gondolom, hogy annak köszönhető, vagy az egyik eredője ez lenne, hogy amikor mi fölkerültünk, vegyem csak szűkebb értelemben az egyetemre, a bölcsészkarra, 40 ember, tehát addig volt 6-7 a filológián, és akkor mindenhonnan, konzervgyárból, én a bányamérnökiről, Young barátom, Szatmár barátunk, Szatmárról az Esztergapad mellől, és hát egy fantasztikusan jó közösség alakult ki, de azt kell mondanom, hogy ez, ami ránk vonatkozik, ez szerintem számtalan más csoport esetében is kialakult, vagy kialakulhatott itt Kolozsváron is. Biztos, hogy másokról is keringtek efféle történetek. Hát nálunk az évfolyamon itt most nem sorolnám fel mind a 40 ember, de talán maradjunk abban, hogy elképesztően nagy tudású lányok, fiúk voltak. Hát most a lányok közül, mit tudom én, hogyha azt mondom, hogy Kincses Réka, meg Kali Kinga, vagy Vígemese, vagy Szilágyi Zsuzsi, akkor elnézést kérek a többiekről, hogy őket nem említettem. És hát persze voltak az Éber fiúk, akik nekem a barátaim voltak, de hát ez egyszerűen így működött akkoriban. Ha már említetted az Ébert, amit hát nem lehet megkerülni, a te pályádon az Éber kört. Az Ébernek is van egy ilyen sajátos mitológiája, ami részben abból táplálkozik, én úgy látom, hogy persze az előretott helyőrségnek is van mitológiája, meg az éneklőborznak is például, de valahogy az Éber az éppen azért, mert nem tudott úgy intézményesülni, ahogy mondjuk a helyőrség, vagy nem is akart, nem tudom. Ezért ugye, tehát van egy ilyen jótékony homály, egy ilyen vad mágiának a képzete övezi, ahogy mondtad az előbb. Ezt most belekapaszkodom ebbe a vadmágiába. Az Éberről mi az, amit tudom, hogy nagyon rövid az időnk, de azért erről csak muszáj beszélni. Nem is akartunk, és akkor vegyük a prózaibb részét, nem is tudtunk intézményesülni. Hát ez egy baráti kör volt, egy nagyon sajátságos tolvanyelvvel, és épp nemrégiben egyeztettem Ján Karcsival, akinek azért jobb az emlékezete, mint az enyém, és így pontosan be is jelölte, hogy mikor alakult, vagy mikor alakult ki a csírája, a magva ennek a sajátságos nyelvezetnek. Ez 91. októberében egy bulira igyekeztünk Vígemeséhez, és akkor ott találtunk ki a főtér fel a Szent Mihály templom előtt mindenfajta ilyen nagyon izgalmas szavakat, és ez úgy valahogy hihetetlen hamar el is burjázott. És nagyon érdekes módon mi jóval később jöttünk rá erre, hogy ennek esetleg lehetnek egyéb konnotációi, vagy tudom én, a Hamvasnál a Scientia Sacrában az Éber, vagy másutt. Tehát ez egy először volt a nyelv, és utána képződött hozzá valamiféle többletjelentés. Ez egy mekkora társaság volt, bocsáss meg, hogy közben? Hát így, ha nagyon szűken veszem, akkor én 5 embert tudnék említeni
Balási Csabát, Ján Károlyt, Vida Gábort, Hubesz Lászlót és magamat. Fénykorában szerintem elérte az 50 és 100 közötti izgalmas csoportot, vagy ilyen tömörülést, tehát a lányok is rá éreztek erre, hogy ennek most van izgalma, van valamiféle érdekes furcsaság ebben. Azért ne ugorjunk át ilyen könnyen ezen a tolvaj nyelven, mert ez egy nagyon izgalmas dolog. Ezt hogy kell elképzelni? Hát úgy kell elképzelni, hogy ez egy teljesen magyar nyelv, magyar ragozási rendszerrel is, ahogy akarod, és hát mindenfajta ilyen kitalált szavakkal én most ebben nem mélyednék bele, mert akkor gondolom, hogy tényleg órákat beszélgethetnénk, de talán csak egyet, hogy a mennyit könget a töröny kabalisztiája, az azt jelentette, hogy hány óra van. És sok ilyesmi. És ezt ti hogy tudtok? Képzelt lények, és ez teljesen hogy mondjam, ösztönös volt, vagy itt tényleg a levegőben, ha már vadmágiát említettem, tehát ez így valahogy kialakult, és engem is időnként sokkol, ugye az idő nagy csendesítő, nem is nagyon foglalkozok már ezzel, meg csomó mindent el is felejtettünk. Egy részét összeírtuk, de hát az öme az elhult, vagy eltűnt, vagy nehezen tudjuk felidézni. De így kezdtem gondolkozni, hogy vajon akkor a görög mítoszok is így alakultak ki, hogy Otto Takilous meg a pásztorok éppen legeltette a kecskenyáját, és akkor elkezdtek ott valamit sztorizni, és utána ezt leírták, hogy izgalmas valóban. Villanások. Ez csak egy dal a Holló nevében, anyám hajszínét hordja az égen. Ez csak egy kép. Most retusálják kamaszkorunk vad mágiáját, a döbbenetes gitárriffet, rendőrkordont és farmeringet. Ez csak egy film. Hullámzó tenger, fagyit eszünk a gyerekekkel, zacskóba gyűjtött homokszemcsék, ennyi a nyár. Tűzvörös emlék. Ami ezután megjelenne, nézegetjük elcsendesedve, hogy készülnek a megfontolt méhek pillanatokból gyűjteni mézet. Hogy ballag át az alkony sávba nagybánya ezer gesztenye fája. Öreg kezem arcodra téved, ez csak egy vers, ez csak az élet.